Sziasztok! Ez itt a bringáim következő része. Meg akarom nektek mutatni a fullimat. Ez egy Rockrider AM100S példány. Mutatom, ez a bal oldala. Így néz ki szemből, ha nem borul el. És így néz ki jobb oldalról. A lényeg az, hogy ez egy 29-es bringó, all mountain, elő 150-et, hátul 140-et mozog hivatalosan a taggal együtt. Egy, kezdjük előről a bemutatást. De ami fontos, van benne egy RockShox 35 Gold villa, Deor M615 fékekkel van felszerelve. Fékkal. DT Swiss all mountain kerekekkel, 370-es DT agyakkal, Hutchinson toró és Hutchinson Taipan gumikkal, elő Hutchinson toróban. Menjünk hátrafelé, akkor láthatjátok, van itt egy széles Rockrider kormány, 35-ös stucnival, látszik is rajta. Ezen eredetileg egy Garmin mont van, csak volt egy kupaki, amit elhagytam. Aztán van egy Deora 11-es első váltókarom. Még kijelzős, mert sikerült szerezni. Akkor haladunk hátra, látjuk, hogy egy külső bobdeles, alumínium váz egyébként, külső bobdelvezetéses. Következő része az a lokkolható. Jelenleg az én súlyomra beállítva, kicsit már ereszti az olajot, úgyhogy majd kell neki egy generál. Van egy Descenant, SRAM Descenant hajtó művem, ez DAB rendszerű. Aztán van egy, ha jól emlékszem, Bendix, de most nem akarok hazudni, nem emlékszem pontosan milyen típusú, de a leírásban megvan a neten. Dropper posztom, 120-at mozog, ha jól emlékszem be. De nem, 150-et, mert ez a LS méret, igen, 120 az a kisebb méret volt. Aztán hát ugyanaz a kerék ugye, DT Swiss, ugyanúgy a 370-es agyakkal, XD rotor volt eredetileg, ezt én HG-ra cseréltem, és egy Deor M5100-as sor, a hozzávaló hátsó váltó és a váltókar is M5100-as, egyedül a lánc SRAM, az egy PC1130. Ezen kívül itt hátul ugye a Taipan, Hutchinson Taipan toló van, ezt cserélni kell, mert már nagyon elkapott. Mit kell még róla tudni? M520-as pedállal használom, 11-51-es a rendszer, és 11 a legkisebb fog, 51 a legnagyobb fog, elő a 30-as a tányér. Ennyi tulajdonképpen, amit erről tudni kell. Az első gumi nem kopik úgy, ez sokkal masszívabb, puhább is, ilyen nagyon puhák a bütykök, nagyon jól tapad, ha megfelelően le van engedve. Elől-hátul ütésseleni sárvédelem van fölrakva, hogy jelenleg ide, lehetőleg ide se gyűjjön be a sár, azért van az itt. Meg ide se gyűjjön be úgy nagyon a sár, azért van az ott. Egy gagyi használt régi ülés van a 29-ről, mert sajnos ami eredetileg volt, az nekem kényelmetlen. Ezt is szokom, de ez most jó, egyelőre. Más nem hiszem, hogy kell róla tudni igazából. 76-os a kormány, szeretnék egy szélesebbet, de ezzel most jól el vagyok. Force szivacsos markolat van rajta, ami már kezd szétesni, de attól függetlenül jól szolgál. Ha amikor fogom, akkor egyáltalán nem forog, csak ilyenkor lehet mozgatni. Van egy van bandika. És ezt kell tudni a piciről. Többit nem elláttátok, mindent tudtok róla. Ennyi. Köszönöm, megnéztétek ezt a kis epizódot is.